páratlan támadás esetén így védheti meg magát egy nő. A hegyvidéki önkormányzat 3 alkalomból álló ingyenes oktatást biztosít azoknak, akik még nagyobb biztonságban szeretnék érezni magukat. A kezdeményezést egy tavalyi eset kapcsán indították el, amikor egy futónőt támadtak meg. Bár a hegyvidéken eddig nem történt ilyen eset, de a kerületben is egyre többen sportolnak a szabadban, főként számukra lehetnek hasznosak a MOM sportban zajló önvédelmi órák. Alap önvédelmi ismereteket oktatnak szakemberek, azért, hogyha valaki szabad téren sportol, és esetleg úgy érzi, hogy veszélybe van, vagy megtámadják, akkor legyen el felkészülve. Persze 3 képzés alatt az ember nem válik feketőves karatéssel, vagy boxbajnokká, de mégis más koncepció és más megítélés alá esik neki is a biztonságos sportolás. Az önvédelmi órákon más-más fogásokat sajátíthatnak el a résztvevők. Első foglalkozáson az ütések és rugások kivitelezése, illetve ezek védekezése lesz a fő tananyag. A második alkalommal fogásból való szabadulásokat, a harmadik alkalommal pedig biztonságos esési technikákat, illetve a földről való gyors és hatékony felállás technikáit fogjuk tanítani. Ezek a rugások, ütések, mozdulatok, ezek benne vannak akár már a gyerekkorban is elsajátított testnevelés órákon történt gyakorlatokkal, csak az, hogy mikor és hogyan tudatosítjuk ezeket, és hogyan alkalmazzuk, ezeknek a felfrissítése és esetleg begyakorlása az még nagyobb esélyt ad arra, hogy egy esetleges támadás esetén hogyan is reagáljuk le. Az önvédelmi oktatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja. Az első órát vasárnap tartották meg, és már most rengetegen érdeklődnek a program iránt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem csak a hölgyek, hanem már a gyerekek és a férfiak és az idősek is rendelkezzenek alapszintű tudással az önvédelmet illetően. Nagyon sok tekintetben ez egy határozottságot és önbizalmat ad, ami egy kicsit az áldozattá válást is hátráltatja, én azt gondolom. A részvétel a 12. kerületben élőknek ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot az önvédelem@hegyvidék.hu oldalon lehet jelezni. Az oktatások mellett az önkormányzat egyébként egy mobiltelefonos applikációt is elindított. Rányom kétszer a gombra. Két gombnyomás, mostantól mindössze ennyi is elég ahhoz, hogy valaki segítséget kérjen, ha bajba került a 12. kerület területén. A Pánigom nevű applikációval ugyanis azonnal tárcsázható a hegyvidéki rendészet. Jó napot kívánok, Kovács András vagyok a hegyvidéki rendészettől. Érzékeltek, hogy megnyomta a pánikriasztást, tudunk valamiben segíteni? Az alkalmazás az illető GPS koordinátáit is továbbítja a rendészet központjába, ahol így azonnal látják, honnan érkezett a riasztás. Meg tudunk adni az applikációba 3 további olyan kontaktot, aki pedig SMS értesítést kap abban az esetben, hogyha bajba kerülünk, és azt a opciót is be tudjuk a telefonunkon állítani, hogy a telefon ebben az esetben, hogyha pánik gomb hívás kezdeményezünk, szirénázzon. A szakemberek felhívják a figyelmet, csak akkor használják a pánikgomb alkalmazást, ha valóban bajba kerültek. A kezdeményezésnek egyébként hamarosan követői is lehetnek. A végső cél az, hogy ne csak kerületen belül működjön ez az applikáció, azért is nagyon fontos ez a sajtótájékoztató, hogy akkor vigyük ennek a hírét minél messzebbre. Azt gondolom, hogy itt a alpolgármester is elmondta, hogy várjuk a jelentkezését, hogy várjuk a jelentkezését a különböző települések, városvezetőknek, és ezt az applikációt tényleg költségesen ki lehet fejleszteni. Nekünk is az a célunk, hogy minél több helyen lehessen elérni ezt a pánikgomb alkalmazást. A pánikgomb alkalmazás letöltése ingyenes.